A Streetball Fesztivál és a Vasi Vasember triatlon erőpróbát követően szombaton SUP versennyel folytatódott az Ébredj Szombathely sportos rendezvény sorozata. Az önkormányzat és a Pannon Sport Kft. Ötlete alapján született viadalnak a csónakázótó volt a helyszíne. Ez volt az első ilyen verseny, a szervezők szeretnének hagyományt teremteni. Nagyon szeretnénk, hogyha ebből a jövőben egy rendszeres verseny lehetne, hiszen minden adott hozzá, van egy gyönyörű tó itt a városban, remek a víz, nagyon sok szapos van egyébként, mi is meglepődtünk azon, hogy milyen sokan érdeklődnek a verseny iránt. Most épp a verseny előtt vagyunk, de már ma reggel is nagyjából 15 új nevezés érkezett, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. A legtávolabbi nevezőnk például Nagykanizsáról érkezett, ami egészen meglepő volt, hogy az ország távolabbi pontjairól is jönnek hozzánk. A SUP egyre népszerűbb nyári sport a strandokon. Ez a verseny nevezési listáján is meglátszott, sok volt az érdeklődő. Összesen 11 kategóriában bizonyíthattak a résztvevők, nők, férfiak, az ifi korosztály képviselői, felfújható és merev deszkán is. A hosszú távon a felnőttek 4, az ifjúsági versenyzők 2-2 kilométert eveztek, a technikai feladatban pedig minél ügyesebben kellett szlalomozni és fordulni. Én mind a két kategóriába beneveztem, szóval a távba is és a technikaiba is. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz. Senki sem távozott üres kézzel, valamennyi nevező rajtcsomagot kapott, célba érkezést követően pedig mindenki befutó éremmel gazdagodott. A kategória győztesek külön díjazásban részesültek. Az Ébredj Szombathely rendezvénysorozat szeptemberben a Spartan Race akadályversennyel folytatódik majd.